Sziasztok, Zozóka vagyok. Ez a fehér... Na mindegy. Folytatom a Two Worlds 2 végigjátszását, hát most szinte azonnal folytattam. És ahogy megígértem, hogy szépen azt a területet megpróbáljuk felfedezni. Az ott lesz az a gyaraktornya, ugye? Kísértetiesen hasonlított rá... Ne már, hagyjál már a hülyeségeddel. Aztán ezen a földrészen, vagyis hát ezen a területen, ami itt előttem elterül, növeli a hatás időtartamát, és még hozzá egy perc. Ja nem, bocsánat. Na jó, mindegy, ha már megálltam és visszajöttem, akkor fölveszem. Tehát nem hiszem, hogy itt az alattam, vagy előttem elterülő vidéken bármilyen érdekesség is lesz. De megnézzük. Én pláne arra vagy kíváncsi, hogy most az a távolban az a település, az most mi a figyfene? Jézusom, mennyi állat van? Az ott az a távolban, az mi a figyfene? Szerintem az egy új földrész lesz. Tehát, hogy én azt, szerintem azt látom. De az agyarak tornyára se úgy emlékszem ám. Pedig... Ja nem, bocsánat, az... De várjatok? Volt ugye egy olyan rész ott a... Fú, hogy nevezik azt? Milyen terület? Jaj, rá kell nagyítani. Hogy itt emlékeim szerint, hogy itt volt egy kilátó torony. Hol vagyunk itt? Halhin, ugye? Hogy ott szerintem ott volt egy kilátó torony. Akkor az lehet, hogy az a torony. Igen, világító torony. Tehát, hogy lehet, hogy akkor az azt látom. De nem az az. Az mindenféleképpen az agyarak tornya akkor. Na most, komolyan, tehát ez most vicc? Ez most vicc akar lenni? Tehát, komolyan, elpukizom magam is nektek annyi. Hülye majd. Túl sokáig tartom oda elúszni. És nem akarom ezzel a videót... ezzel kitölteni a videót. Azt szerintem az a következő sziget lesz. Ott arra fönt. Mondjuk, tehát rohadt messze van, és ilyen messze el lehet látni, vagy tehát nem értem most. Oké. Okay. De én szerintem az. Ott a másik sziget, ja. Szerintem az lesz az. És akkor itt van a világító torony. És akkor itt vagyunk Halhinnál. Járjunk vizem? Ó, na jó, ezt kipróbáljuk, jó? Tudjátok, fölvettem valami azokat a halemberektől, halszörnyektől ilyen vizen járó szervet. És akkor azt megnézem. És azt tudja, hogy az agyarak tornya. Nagyon nincs előttem most így ez a térkép. Az a problématik, hogy nagyon nincs előttem ez a térkép. Hogy kell... Elindítottam a stoppet? El, jó. Oké. Okay. Ugye mostanában előszeretettel nem indítom el a stoppert. Az a baj, hogy nem tudom, mi volt az. Kiklopszem, nem? Mi volt az? Az itt van. Tárgy bedobása az üstbe. Adj hozzá még alapanyagot. Jó. Kellene nekem olyan, az a harang, vagy milyen franc virág, amelyik csak fél perc. Növeli a főzet hatékonyságát. Nem. Aj, hol a francból lesz? Itt lesznek lent. Aha, oké, na akkor tárgybedobása az üstben, főzet elkészítése. Meg is van. Oké. Okay. És... Legfelülre rakja vajon a főzeteket? Nem. Kár, hogy nem sorrendbe rakja. Így most kereshetem, hogy melyik az a melyik franc volt az.
Egyet készítettem, tehát olyat kell keresni, amely egy. Valami zöldre emlékszem. Ez az, itt van. Hoho! Na! Ó, de király! Ó, de király! Ó, de király! Megyünk Halhimba! Hát azért kellene néha így hülyéskedni. Hello! Hello! Na! Meg se lepődik, hogy a vizen járok. Why is that? I was thinking of paying you for some fresh termite eggs. Jaj, ne! Termeszt tojások. What for? Jó, ezt nem fogom elvállalni. For dressing. 10 handfuls for 100 auras. 10 marékért 100 aura. Na jó van, gyorsan azt mondja, hogy nem. Sticking my hands down a termite mound isn't semmiféleképpen nem. Jó. Tehát semmiféleképpen nem csinálok most milyen hülye küldetést. Ehhez most viszont nekem nagyon nincs türelmem. Oké. Meddig lehet járni a vizen? Nem tudom, egy darabig biztos. Tudjátok, mire gondolok, ugye? Itt szépen én oda elnézek most. Sokáig tartana szerintetek? Vagy tényleg így menet közben így megszűnik, akkor mi történik? Inkább oda megyek. És megnézem most én azt az agyaraktornyás környéket, ugyanis arra a mögötte lévő városra, vagy mire én nem emlékszem. Nem vagyok benne biztos, hogy az az agyaraktornya. Meg kellene néznem a térképet. Szerintem az nem az agyaraktornya. Kár, hogy nem lehet gyorsabban, tehát hogy na, most lehet futni, oké. Ez az. És akkor egy kicsit gyorsabb leszek. Haha, de király, ez nagyon durva. Lehet, hogy ilyen halembereket még kellene keresni. És legyőzni őket, mert ez nagyon jó. Ez tetszik. És akkor lehet, hogy oda is átmegyek. Kár, hogy nincs ilyen szavazó, tudjátok, hogy akkor itt vagytok is, akkor akarjátok többen, hogy oda átmenjek, vagy pedig igazából nem. Manna nem. Szóval ez mi ez a rész? Tehát látjátok, arrafele nézek, és ez a két sziget van így rohadt messze. Ez a két sziget van itt rohadt messze. Én szerintem csak azokat láthatom, tehát tuti. És ugye mi ez növeli a hatás időtartamát? Na, hol van? Na. Na, végre már. Tehát, hogy előbb-utóbb úgy is eljutok szerintem oda. Életerő plusz, mennyi? 10, ugye? Plusz 10, fölvesszük. Hogy előbb-utóbb biztos, hogy eljutok oda, de hát lehet, hogy megérni főzött hatékonyságet, lehet, hogy megérni átruccanni. Ha mondjuk például most egyedül játszanék, és nem videóznék, akkor biztos, hogy én ugye itt én kivárom azt a... Hoppá, nézzétek csak! Tehát én kibiztos, hogy kivárom azt az időt. Vágjátok. Börtönbejáratot találtál. De lehet, hogy zárva. Ezért mondtam nektek azt, hogy rohadt sok ajtó, barlang van, hát úgymond zárva, amit mondjuk persze hülyeség, mert mondjuk barlangba miért nem tudok bemenni. Tehát, hogy biztos, hogy vagy lesz egy csomó ilyen küldetés, amit ugye ezzel a barangolással esetleg még meg lehet találni, vagy, amire szintén én még gyanakszom, hogy folyamatában majd kalandozok a játékban, hogy szépen majd ugyanúgy majd ide vissza kell jönni, mint ahogy ide Újászhozba is kaptam olyan küldetést, ami Hatmandóra vonatkozott. Tehát ezt simán el tudom képzelni. Lehet, hogy nekem nem erre kell, fele kellene jönnöm. Oj. Aha, az, szerintem az nem az agyaraktornya lesz, hanem ott a... Van egy olyan rész, ahol itt a mágusoknál be kellett lobozni, és szerintem ott van egy torony. Mert a agyaraktornya az ugye az...
az valahol itt volt, emlékeim szerint valahol. Tehát ez volt az a rész, amit én szerintem ilyen sokat kellett megtenni. Emlékeim szerint, de a franc se tudja már. De kár, hogy nem lehet ezt itt pontosan megnézni. Na mindegy. Tehát szerintem az az lesz, az a torony. Akkor nézzünk ide-vissza a partra. És most mondanám azt, hogy lesz vágás, de az a baj, mondom, hogy a franc tudja, hogy mikor fogom tudni megvágni ezt a videót, és hogyha elfeledkezek róla, akkor meg azt nézitek végig, nem tudom, szerintem 10 percen keresztül, hogy átmegyek arra a másik szigetre. Tehát nem, srácok. Lesz még ott dolgunk azon a szigeten, abba 100%-ig biztos vagyok, de ha nem, amit, tehát erősen kétlek, tényleg erősen, 100%-osan a micsodámat rámerem rakni, hogy oda még menni fogunk, hogy, de ha mégse, hát akkor elveszettem a micsodámat, illetve, ja nem, ez az, nagyon helyes, illetve, hogy, tehát akkor én átmegyek, na, tehát ennyi, no probléma, vágjátok, ez az új Assos, menjünk új Assosba, vissza, és akkor itt csinálgatom gyorsan a küldetéseket. Amúgy is szerintem egy-két embert lefárasztottam. Dávid, de beszéljünk Dáviddal. Hey, it's you again. Ready to work something out? Ez mi? Ezt nem értem, hogy mi. Most nem emlékszem, azt mondja, hogy... Fú, basszus. Hát az emlékezetem most megint cserbe hagyott. Na mindegy, mit kérsz cserébe? A small favor. I need a package retrieved nearby. I'd go there myself, but there are... Valamiért szerintem visszautasítottam. Do this for me, and I'll help you any way I can. Csak erre tudok gondolni. Jó, hát mindegy, van még egy küldetésünk. Vidd el a csomagot Dávidnak. Davidnek. Dávid, legyen Dávid. Nem kell itt Davidezni. Ja nem, bocs... Na. Tehát bocsánat. X. És akkor mindjárt megnézem, hogy... Szerintem én azt az ígéretet tettem itt, hogy szerintem ezt a küldetést fogom csinálni. Esernyő mese, mert ez messze van, és ugye, hogy új területet fedezzünk föl. Jó, fiúk, lányok, tehát szerintem ti is egyetértetek ezzel. Hogy vele is beszélek. Desmond. Nem ő volt, aki... Ja, igen. Szerintem ő volt, aki itt a küldetéseket lehet beszélni. Ó, na még mik vannak itt? Kyklops kesztyű, ami nem rossz. 500 aura. Kis gyógyító a francnak. Mindegy most már. Pff, az meg pláne. Könnyű sebeket gyógyít. Most komolyan mondjátok, hogy ezeket kaptam azt a sok küldetésért. Na jó, mindegy. Kyklops kesztyű. Azt mindenféleképpen fölveszem, és eldobok egy ilyen hülye pajzsot. És jó is, hogy eszembe jutott. De jó, hogy... hogy itt vagyok, srácok. Beszélek ezzel a... majomkával. Oké, okay, igen. Oh, jó. Megnézem a táblát. Hó, nézzétek csak! Testvériség harcos szék, tehát ez hozzájuk tartozik. És mágus cég. Na, a mágus cégbe ugye nem szabad bízni. Minden tárgy felvétele. Lesz még itt akkor küldetésünk, oké. Na, és amit akartam, hogy igen, tehát de jó, hogy eszembe jutott, mert ide megyek egy árushoz, bármelyikhez, és azt az összes fütyit, ami nálam van, azt eladom. Csak kellene keresni egy árust. Bezeg a gongot, azt tudjátok verni. Nem? Igen. Merre kell menni? Ez a palota. Vagy nem, bocsánat, egyetem. Valahol ott lesz. Meg. Hol van? Jaj, ne. Ó, hogyne. A small favor, if ye would be so generous. No, már megint mi ez? Money? Not at all. I would ask ye only for a prayer. I lost my sweet Balin. Mindenkinek van valakie, azt a mindenit. What kind of prayer? A meditation at my sweet love's grave. Oh-oh. Srácok, ez tuti, hogy csapda lesz.
De nem baj. Tehát itt szilom. Természetesen. Ez 100%, hogy csapda. De már hogyan halt meg a kedvesed? How did your beloved die? A sudden fit of sickness. Ho! He returned from the hunt with a bite mark. Ha-ho! Vagy farkasember, ugye vagy vámpír. Hát inkább farkasembernek gondolom. He couldn't walk. He craved the strangest foods. Na, hát ez farkasember. Became incontinent. Szuper, nagyon jó. És azért viszod a engem oda, hogy táplálkozom belőlem a férje. Sápadtam, mint a csont, akkor lehet, hogy még csak vámpír. Na, majd meglátjuk. De a vámpír azért... A vámpírok azért nagyon kemény ellenfelek, tehát minden játékban. Miért nem kéred fel a papság? Miért nem kérsz valaki más? Akkor menjünk, tehát nem fogok itt kérdezősködni. Tudom, hogy csapda, tehát tudom. Tudom. Árus. Árusnál eladjuk az összes olyan cumot, ami nem kell. Ez nem kell. Kószacsizmát egyelőre ugye nem. Van két kószacsizmám. Hát két kószacsizmára nincs szükségem. Ezeket eladom. A gyűrűket azért átnézem, hát ha lesz olyan, amely értékesebb. És látjátok, itt van, hogy páncélszett váltás. Tehát én ezt nem értem. Na, és na mindegy. Most nem tudom sajnos megnézni, mert itt ugye itt a eladásom vagyok, a eladási panelem. Oké. Nem kell. Amulett 8 plusz 3, ugyanezt tulajdonképpen, nem kell. 8 plusz 3, nem kell. Pajzsok közül nagyon gyorsan fogunk haladni. Ugye itt van, hogy ez a molat pajzs. Ez mi is? Szükséges védekező állás képesség 5. Ezt lehet, hogy még nem adom el. Ez van nálam. Ez sem kell. Ez a sisak van nálam, ebből amúgy is kettő is van. Nem használhatsz ilyet. Kizárólag köppenyek felett viselhető. Ezeket ugye mondtam, hogy ezeket nem adom el. Egyelőre legalábbis. Csata csizma. Ezt mondtam, hogy a mérgezés elleni védelem az rosszabb, mint ami most rajtam van. Tehát ezt eladom. Zsoldos lábvért. Ezt viszont lehet, hogy egyelőre nem adom el, mert csak 3%-kal rosszabb, ami rajtam van, és plusz 15-öt ad a vágófegyverek elleni védelemre. Ezt viszont eladom. Ez az. Szuper. Ezek nem kellenek. A gyűrűk maradnak, amit rajtam van, illetve van egy olyan gyűrű, fú basszus, ezeket még mindig nem néztem át, mert lehet, hogy ugye a gyűrűket érdemes lenne átcserélni. Akaraterő például, hát lehet, hogy ez nekem nem kell. Akaraterő nekem miért van plusz 2, vágjátok. Tárgyeladása, bocsánat. Oké. Erő az bizony mindenféleképpen kell nekem. Ez nem kell. De ezt valamiért mondtam most múltkor, hogy ezt nem adom el. Sőt, látom, hogy van benne kő, tehát egyelőre ezt nem adom el. Kyklox kesztyűt nem adom el egyelőre. Ez sem... Ó, van itt egy olyan gyűrű, ami regenerálódás plusz 2. Hoppá, Rézimi. Elementális koncentráció, az nem kell, de van, látom, hogy van benne kő. Előbb azt kéne. Ezt is mondtam, hogy egy hóhérkardot megtartok. Ügyi, bügyi. A vékony szabják nem kellenek. Hopp, ez már nem véd, de ez se kell. Rozsdás, ez se kell. Ez sem. Hát ez most bocsánat, szóval, de tudjátok, hogy ez hozzátartozik a játékhoz, tehát sajnos ezt is végig kell néznetek. Ez nem kell, mert ebből kettő van. Csatakalapácsok. Mindegyiket eladjuk. Nem kell. Van nagyon sok ilyen tőröm.
82, mindenféleképpen ezek jobbak. Ugye ez. Ezt el lehet adni, és akkor íjakat. Ez az, bot. 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 Bot, égkövek maradnak. Ez micsodi? Tűz eszencia, nem kell. Megtorlás 2. Jó, ez marad. Oké, srácok, nem húzom az időt, tehát elég volt ezt szerintem végignéznetek. Imádkozz együtt. Jól van. Azért én csinálok egy mentést, srácok. Tehát azért nem tudom, tehát ha vámpír lesz, meg akár a farkasember is írtozatosan erős. Tehát ezek bármelyik játékban erős ellenfeleknek számítanak. Nagyon erősöknek, erőseknek. Mind a vámpír, mind a farkasember. Persze gondolom, hogy itt a játékban nem lesz annyira erős, vágjátok. Tehát a játéknak a stílusjából gondolom. Remélem nem kell nagyon messze menni, hogy imádkozzak. Vágjátok, hogy imádkozzak. Ugye? Egy csapda lesz, annyira nagy csapda lesz, hogy hú, de meg fogok lepődni. Here we are. Hagyjuk le a fejünket. Let us bow our heads. Jól van. You didn't bury him. The gods did not make me strong. A grave is a hard piece of work. And I have not the coin to pay a grave digger. Mennyi ideig imádkozunk? Egy kis én meggyötört, megtűnik. El kellene temetned. You should bury him. Oh, no! The gods would never hear our prayers then. Kicsit furcsa. The other gentlemen who've come to pray by my side said as much. Egy kis én meggyötő. Rendben, akkor esünk túl rajta. Azért kérdezünk most már ezek a dolgokra. Only a minute. Actually, if you just want a moment of peace and quiet, your presence here will be enough. Akkor iszilom. He was a healthy man. Death did not take him as quickly as it might have someone old. Hát ez vámpír. Kell, all right. Let's get this over with. Oké. De most, hogy hol van a kardlevél erő plusz 15 levendula? Azért az durva. Gyógynövények vannak itt. Levendula, kardlevél. Imádkozzál! Én addig szépen összeszedem a cumókat. Nincs itt semmi. Kardlevél. Nézzétek már, mi van itt. Ez nagyon durva. Tehát ez valami nagyon különleges holttest. Vagy nagyon különleges hely. Itt most szépen, tehát ez teljesen össze van itt. Tehát ki van szívva a vére, gondolom én. Na jó, van, beszélünk ezzel a csajjal csak. Let us pray. Itt most amúgy nem nagyon vágom, hogy mit kell csinálni, hogy imádkozzunk, tehát én itt vagyok. Hoppá! It worked! Oh, it worked again! What the fuck? The prayers worked! Once more! Oh, I'm so grateful, sir! Now, if you could just stand still, Balin only needs a little of your blood. That's all he ever wanted, ever since that creature bit him, and I just couldn't provide any more. Get this thing away from me. Don't you insult him, you brute! Oh, it's always the same with you men. I only ask for a little blood, and everyone always acts like this. You crazy bitch. Balin, my dearest, my love, come. Végre, már elváltam. Nézzük Balint, milyen egyszerű lesz megölni. Hát nem vámpír, hanem ő inkább valami zombinak nézem. És elég könnyű megölni. Na gyere le onnan a fáról, légy szíves. A felesége meg elrohant. Nem, itt van. Őt meg lehet ölni? Szerintem őt nem. De aztán ki tudja. Megvan. Ja, nem, még nincs.
Hát nem egy erős ellenfél, azt kell mondjam. Jó, megölted Balint, csaj. Steria. Igen, őt szerintem nem lehet megölni, akkor nem is próbálkozok vele. Nézzük meg Balinnál, hogy mik vannak. Milyen fincsik is összetevői vannak szegénykémnek. Öt a... aura. Fertőzöttből, hát ez aztán, ez nekem nagyon jól jön. Életerő plusz 30, villámsebzés elleni védelem. Jól van. Oké, srácok, és... és kaptam borzalmas nagy büntetés, vigyázni kell a városi őrökre. És ha jól látom, hogy merre kell menni, akkor ide ki az útra, és akkor így. Tudjátok, vágjátok, folytatom azt a küldetést, amit beraktam jó messzire. Hogy szeretnék ugye oda elmenni és földeríteni a vidéket. Oké, és ahogy jól látom, ez az út, ez jó is. Ez erre vezet. Keményebb csatára számítottam. Ugye nem vámpír volt, hanem én nem tudom mi volt ez, Balin, aztán kész. Pedig, nem tudom, ugye milyen érdekes, hogy a zombi témákat hogy szeretik az emberek. Vagyis nem is az, hogy az emberek... mi ez? Ostoros pontosság. Igazából nem kell. Velük harcolni kell? Nem, nem kell harcolni, mert... tisztogatók tábora. Tehát, hogy nem kell velük harcolni, mert látom, hogy nem pirosan jelzi őket a térkép. És zárva. Nem tudom megcsinálni azt a... valakivel itt, mintha lehetett volna beszélni. Nem. Akkor merre kell menni viszont? Ajjaj. Nagyon úgy néz ki, srácok, hogy ide most nem fog tudni bejutni. Most vagy lehet találni egy másik útvonalat, esetleg itt délről mondjuk a part mentén végig menni. Észak, meg mondjuk északról is lehet menni, ahogy látom. Habár nem, nézzétek csak, tehát ez nekem borzalmasan gyanús, hogy ez valami olyan hegyvonulat, amin keresztül nem lehet átmenni. Esetleg talán, mintha ott lenne valami kis ösvény. Na jó van, megpróbálok itt oda menni mindegyikhez, hát ha lehet valamelyikkel beszélni, de nem. Itt nem volt valami ikon? Nem. Hát ez basszus, ez így akkor nem jött össze. Akkor, akkor visszamegyek gyalog, és megpróbálok. Az menne éjszakra. Nem, inkább dél. Inkább dél, nekem gyanúsabb, hogy talán ha lesz esélyem, akkor itt dél nem fogom tudni megpróbálni, hogy átmegyek. És megcsinálom azt a küldetést. Mit is akartam pifázni? Igen, tehát hogy ennyire szeretik a programozók most ezt a zombis témát. Tényleg ezt nyomják mindenhol. És én ennek örülök, mert én személy szerint szeretem a zombis témát is. Tehát vágjátok, hogy... tehát érdekes témának tartom azt is, pláne, hogy mint egy ilyen apokalipszis után ugye ilyen zombik van, tehát ilyen zombi apokalipszisről beszélünk. Elveszett liget. És tehát én szeretem ezért azt a témát is, de érdekes, hogy a vámpír témát valahogy egyszerűen nem. Pedig borzalmasan érdekes. És tényleg, szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy eddig hány jó vámpiros játékot láttam, vagy készítettek. Hát basszus gyerekek, ez lehet, hogy nem fog menni. És látjátok, hogy milyen kis szemét a játék, mert emeli nekem itt a
természeti képződményeket, ugye, amelyik arra szól, azt a célt szolgálják, hogy az Istennek ne tudjak eljutni arra a pontra, de én most kibabrálok velük, mert készítek egy ilyen vizenjárási fütyit. Ez az. Kevés van belőle. Nem kellene elpazarolni. Már csak kettő volt. Inkább lehet, hogy úszok, srácok. Inkább lehet, hogy úszok. És megpróbálok gyorsan úszni. Tehát, hogy milyen kevés jó vámpiros játék van. Ami oké, persze, hogy ott is ugye el lehet vitatkozni azon, hogy most kinek mi a jó, mert valaki ugye nem szereti a szerepjátékokat, valaki nem szereti a... vagy már herótja van az FPS játékokból, vagy a kaszabolós játékokból, és ugye... tehát vámpiros játékot meg természetesen szinte minden ilyen stílusban megtalálható. Tehát azt mondom, hogy mondjuk szerepjátékként szerintem nem is tudom. Most nekem amelyik eszembe jutott, ez a Vampire's Masquerade, meg ugye annak a első része, ugye a Redemption, ami eszembe jut, és kész, ennyi. Na jó van, úszunk egy kicsit gyorsan. Ha ezután a nagy szikla után is ilyen magas sziklafal lesz, srácok, akkor inkább visszafordulok. Nagyon eltávolodtam a parttól, lehet, hogy a játék nem is fogja engedni. Hogy... ott talán... de nem, akkor is végig magas sziklák vannak, akkor visszafordulok, srácok. Ez így nem fog menni. Szerintem azon a tisztogatók, vagy milyen táborán kell mindenféleképpen keresztül jutni. Valahogy valami küldetés ugye majd ezt lehetővé fogja tenni. Mást egyelőre... lehet, hogy akkor nem azt a küldetést fogom csinálni. Értelemszerűen, mert egyszerűen nem tudok vele amúgy semmit csinálni, tehát nem tudok odáig eljutni, hogy akkor ezt a két küldetést megcsinálom, amit a városban van. És akkor remélem azt remélni, hogy akkor valahogy tovább vissza... basszus, már ennyi az idő? Nagyon eldobálok itt a játékban az időt. Na, tehát, hogy azt a két küldetést megcsinálom, amelyik itt van itt a közelben, és utána pedig, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Ezt én most megpróbáltam, de nem, tehát a játékkészítői gondolták, hogy szerintem csak is azon keresztül lehet arra az új területre elmenni. Ebben szinte 100%-ig biztos vagyok. Persze, ha lenne egy kis... hát időm lenne, hogy fölnézek éjszakra, és lehet, hogy küldetés már amúgy se fog tudni csinálni. Lehet, srácok, hogy fölnézek éjszakra. Küldetés most már ez alatt a 10 perc alatt nem fogok belekezdeni. Mert nincs értelme egyszerűen. Oké, zsoké. Na jó van, akkor menjünk vissza. Elnézek még oda fölé éjszakra. És akkor meglátom, hogy lesz-e bármilyen érdekes. Nézzétek, itt is ilyen párkány van. Habár azt szerintem lehet, hogy semmi. De, ja. Ó, van, mert fölnézek még éjszakra, aztán most ez a... úgy néz ki, hogy ez a két rész ez ilyen most semmilyen rész nem lett. Habár azért azt nem mondanám, mert ugye az előző részben azért ott az arénában mindenkit leveltem. És tehát kérlek, kíváncsi voltam, hogy ad-e valami jó cumót a játék. És akkor itt megnézem a térképet. Aha, itt van ez a tábor, ugye ott nem tudok keresztül menni, és akkor itt erre, és majd itt föl, balra. Ez az. Így kell menni. Hát ha mondjuk itt valahol akkor éjszakon keresztül át lehet jutni. De mondom, tehát... rejtélyes barlangot találtam, de hol? Ez lesz az? Főzet hatásának módosítása? Nem, bocsánat. Bejárat. Mi lenne, ha ide most benéznénk, srácok? És akkor végére lesz egy kis érdekesség, jó? Megnézzük, hogy mi található itt a barlangban.
Igen, elő kell szednem a fákját. Ez az, hogy lássatok valamit, meg én is. És megnézem, hogy mi a figyfene van itt. Hoppá! Mi ez? Elefánt pó. Kíváncsi vagyok, egy kicsit beljebb megyek, most már ezt a videó végét rászánom arra, hogy ezt a barlangot felfedezzem. Remélem nem lesz túl nagy. Remélem nem lesz túl nagy, és... láthatatlaná teszi az elfogyasztóját. Szeretjük a pókokat, azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretjük a pókokat. Remélem jó sok pókica lesz itt. Remélem, hogy jó sok pókica lesz itt. Na nézzük, pókica lesz? Remélem, hogy pókica lesz. Nem, basszus, vérlény. A vérlény, aki meg mint tudjuk, hogy szeret össze-vissza ugrándozni, ezért én nem fogok utána menni, hanem megvárom, mire megint visszafordul. Ez az. Pókicát akarok még, pókicát! Ez az. Jól van, vérlény kéne ennyi. Meg egy Bambi. Hát, villámsebzés elleni védelem, azért ezek nem rosszak, majd biztos lesz még mágusokkal harc. Na jól van, srácok, tehát nem értem, ezt nem értem, hogy ez miért jó egy játékban, egy játék mechanikát így fölépíteni. Tehát nem értem. Elveszik az ember kedvét. Ennek itt semmi értelme nincs, srácok. Remélem egyet értettek velem, de nem tudom, tehát ez így vicces volt. Rossz. Pedig ugye, ha jól tudom, a játék készítőinek, de ezt most nem vagyok benne biztos, vagy a játék kiadónak, mert lehet, hogy akkor keverem a kettőt, ugye, hogy a játék készítői mások, illetve, mi ez? Ja, nem? Hol van a... Itt van. Tehát, hogy most ne keverjem azt, hogy kik csináltak a játékot, és ugye magát a játék kiadót, és ugye van a... melyik az a kalózos játék? Basszus, pont most töltöttem le pedig, mert meg lehetett venni valami ilyen rohadt olcsó áron, ilyen csomagba, és ugye ott megvettem, és letöltöttem, és megnéztem. Valami, nem tudom, nem jut eszembe a neve. Basszus, pedig Dark, nem tudom. Ez ilyen hajós, kalózos játék, nagyon tetszik, kicsit bepróbálkoztam a játékkal, és nagyon tetszik. És én úgy emlékszem, hogy most, hogy azt vagy ugyanaz a csapat csinálta ki a Two Worlds 2-t, vagy maga a játékkiadó csak azonos, ezt most tényleg nem tudom. Úgy nagyjából, mint a hasonlítana is egy kicsit a Two Worlds 2 meg... Sáfrány? Hoppá! A sáfrány szeretjük. Tehát, hogy mind egy kicsit, mint a hasonlítana egymásra, hogy nagyjából a két játék. Még mindig ugye észak fele megyünk, és nekünk ugye keletre kellene menni, és hány óra van? Basszus, az figyelni kell az időt. Mert itt megint most elkalandozok a játékban. És ez kell, a közepes sebek azért még mindig jól jönnek. És nem figyelek oda az időre. És nagyon hosszú lesz a videó, és ugye ezeket nem akarom. Egyrészt, hogy ti is... tehát tényleg 30-40 perces videók ugye szerintem kellenek egy ilyen szerepjátékhoz. Az alatt nem történik szinte semmi. Egy küldetéssel lehet, hogy tudsz megcsinálni, ugye. Persze itt azért elég jól lehet nyomni a küldetéseket. Még mindig északfele megyek, most már megnézem a térképet. Aha! Szerintem nem fogok itt átmenni. Itt biztos, hogy nem. Azt tuti. Azt tuti, hogy nem. De most már fölnézek éjszakra, mert... De nem. Szerintem ez nagyon ravaszul van megcsinálva, ez a hegyvonulat. Látjátok? Erre gondolok itt. Na, mindegy, ha már itt vagyok, akkor ezt már megpróbálom.
Tehát, hogy akkor itt végigmegyek ezen a hegyvonulat mentén. Egészen föl északra. Vérlény. Sziasztok, vérlények. Hú, basszus, és itt elég sok vérlény volt. Aztán nehogy itt leheljen ki a lelkemet, mert párduc, az nem vészes. Elefántpók, szia elefántpók! Kell lesz nekem, mert van benne egy olyan összetevő, ami nagyon jó. Elefántpók, kell lesz. Gyere, szeretlek. Na, tehát, hogy az egy, és annak is már több része van annak a játéknak, aminek most nem fog eszembe jutni a neve. És aha, itt van ez a szuper, nagyon jó, kellenek még a kis pókocskák, gyertek csak pókocskák. És hogy az tetszik viszont, tehát nem sokat játszottam vele, az is igaz. Tehát tényleg csak így az ilyen bemelegítő küldetéseket, oktató küldetést kezdtem el, és persze még korai véleményt mondani, mert lehet, hogy majd ott is bejön a későbbiek folyamán ez a hülye rendszer, ugye, amit most kiakadtam rajta tulajdonképpen, ugye, hogy bemegyek egy barlangba, találtok egy barlangot, és akkor nem tudom felfedezni, mert le van zárva lakat. Aha, pár részi, mi? Pontosság nem kell. És ez bizony idegesítő, srácok. Én ezt nem értem, hogy ezt... Hoho! Kedves kis gyíkjaink, és ugye ők elég durvák szoktak lenni emlékeim szerint. Párducokat nem, szia párduc. Nem tudom, mi volt, mert olyan gyorsan rohantam, hogy nem tudtam. Kicsit pihenek, ugyanis kezd a... Na jó, hát észrevettél, akkor most már futunk. Ezek a raptorok, ezek elég durva ellenfelek. És nézzétek, csak megjelent a... teli van mindenféle fütyi állattal. Mi ez, meggyógyít minden mérgezést? Nem, sárkányraptor... Nem, sárkányraptor nem, mondom nem, fussál! Na végre. Tehát, hogy vágjátok, hogy ott megjelent a piros kis keresztem, X-em, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy mégis valahogy oda el lehet jutni. Csak ilyen körmönfont módon. Habár nem sok biztatást nyújtanak ezek a nagy magas hegyek. És lehet, hogy csak itt, csak ezt a partszakaszt járom megint körül. És oda nem fog tudni bejutni. Nekem az a gyanúm. Mennyi idő van? Most már gyorsan megpróbálom megnézni ezt a részt. De nem tuti biszti 100%, vágjátok, tehát nézzétek meg. Ez egy olyan terület, amelybe csak egy részen lehet bejutni, azokon a tisztogatók táborán keresztül. Egyre erősödik bennem ez a... És itt is vagyunk a parton. Persze lehet itt még végig megpróbálni, de mondom még egyszer, 100%-nak tartom, hogy ez így van megcsinálva. Na jó, azért ide még kiúszok. Gyorsúszásban. Most megnézem azt, hogy... Nem. Meg se próbálom, srácok. Meg se próbálom, mert nincs értelme. Akkor itt lesz vége a videónak. Én megtettem, amit úgy gondoltam, hogy meg lehet tenni. Mindjárt megnézek még egy térképet. Elrakom a fegyvert. Megnézek egy térképet, és igen, hát ez tisztán látszik, basszus. És szerintem az se az lesz, tuti biszti 100%. Van ott egy kertészkedés, aha. Ott lesz majd egy küldetés. És ugye ott lesz majd fönt, és ide szerintem meg... aha, úristen, azt nézzétek meg, milyen nagy terület. Oda szerintem meg valószínűleg, hogy csak azon a tisztogatók táborán keresztül lehet bejutni.
Lehetne mondjuk itt még próbálkozni, bizonyos kis ösvényeket keresni, de nem, tehát nem akarom ezzel húzni az időt. Így is elég sokáig fog tartani szerintem az, hogy majd itt megint végig kell menni. Megnézem azt, hogy berakom a vízenjárás képességet, és lehet, hogy... Igen, tehát szerintem ezt le kellene nekem rövidíteni. Nem visszamenni erre, ügyi, hanem lerövidíteni, benyomom a vízenjárás képesség italt, és akkor megpróbálok itt gyorsan átfutni. Szerintem ezt fogom csinálni, srácok. De azt már majd csak a következő videóban. És el is mentem akkor a játékot. Ki kell lépni a térképmódból, így mi? Ez az. Jó, kilépés. Így mi? Jó. Hát most egy kicsit kalandoztunk a játékban. Nem igazán tudtam csinálni küldetéseket. De most nekem, hát nem is azt mondom, hogy ehhez volt kedvem, inkább kíváncsi voltam csak, hogy túl lehet-e valahogy járni a fejlesztő eszén, de nem, tehát nagyon kemények. Fiúk, lányok, köszönöm szépen a figyelmet, a következő részben akkor nekiállunk a küldetéseket csinálni, és nem hagyom magam eltántorítani semmitől, csak is a küldetések lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!